Nem hiszek a véletlenekben. Majd elmondom azt is, hogy miért. Meggyőződésem, hogy nem véletlen az, hogy te ezt a videót most látod. Azért nem hiszek a véletlenekben, mert 2011 óta foglalkozom gyógygombákkal, spirulina algával és fermentált élelmiszerekkel. Túl sokszor esett meg az a történet ahhoz, hogy ez véletlen legyen, hogy valaki megtalált, vagy volt már egy betegsége, vagy csak szerette volna elkerülni a betegséget, és tanácsot kért, hogy mit kellene neki fogyasztania és mennyit. Elmondtam, ő mondta is, hogy fú, akkor ezt el is kezdi, aztán nem kezdte el. És eltelt 2 év, 3 év, és újra megkeresett azzal, hogy mondjuk daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, na most mondjam meg, hogy mit kellene fogyasztania és mennyit. És tudod, hogy ha már valakinek van egy diagnosztizált, elvileg halálos betegsége, akkor már nem annyit kell fogyasztani, mint amikor még erről szó sincs. És én azt gondolom, hogy a Jóisten nagyon jól tudja, hogy mi vár ránk azon az úton, amelyen haladunk. És elénk tesz keresztutakat, választási lehetőségeket, ahol eldönthetjük azt, hogy haladunk a régi úton, vagy lekanyarodunk, és esetleg ezzel elkerülhetjük azt a megpróbáltatást, vagy azt a katasztrófát esetleg, ami ránk vár. Ezért gondolom, hogy az sem véletlen, hogy te most ezt a videót látod. Meg az sem véletlen, hogyha a többi videót megnézed a profilomon. Úgyhogy dőlj hátra egy kicsit a fotelban, hunyd le a szemed, és gondold végig azt, hogy én marhaságot beszélek, hogy lehet, hogy van benne valami. Nyugodtan megírhatod kommentben is azt, hogy de hogy vélekedsz erről a dologról, van-e neked hasonló tapasztalatod? Nagyon szívesen meghallgatom a mások tapasztalatait.